Megérkeztetek Amerikából, elég hosszú volt ez az út. Mennyi ideig voltatok ki? Igazából 45 nap, de inkább leveszem a sapkámat, mert egy férfi nemű sapkával, meg napszemüvegével, maximum a Vuj Tutyko, vagy nem is tudom mi a pontosan rendes neve. 45 napot voltunk Amerikában, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, visszahúz a szívünk természetesen, ettől főleg magyar emberek vagyunk és szeretjük a hazánkat, de szeretünk télen egy picit kimozdulni és egy picit pihenni. De ez csak mazsival, vagy ez korábban is így volt? Korábban is így volt, most viszont ki tudtuk finni a kislányomat. Igazából az édesanyja, nem szeretnék megnevezni vagy megbántani, de most is nevet mondott, aztán Mazsinak köszönhetően sikerült, hogy két hetet kint volt velünk, és kint töltöttük együtt a karácsonyt, valamint kint volt Mazsi húga is, aztán hazarepültek a csajok, mi pedig élveztük még a további heteket kettesben. De azért ez komoly ronyrázás volt kint, nem? Tehát amit csak én láttam a közösségi oldaladon, az Instagramodon, meg a Facebookodon, Bahamák, Dominika, David Beckham szomszédságában lévő luxus apartman vásárlása, és még sorolhatnám, azt elárulod, hogy mennyibe került ez a pár hónapos, vagy ez a 45 napos kintlét? Fogalmam sincs, mennyibe került, Péter, mert a pénz az nekem nem egy fontos dolog, hiszen az jön és megy. Tehát én szeretek sokat költeni, hiszen sok jön be. És én azt gondolom, hogy a pénz az egy ilyen forgóeszköz. Minél többet költünk, annál több fog visszavándorolni hozzánk. Úgyhogy én a pénzt azt én nem ragaszkodok hozzá, viszont nagyon jó, hogy van. Úgyhogy nem tudom, mennyibe került, mert nekem az a fontos, hogy ha elmegyek bárhova, akkor ne kell megnézni az árát. Hiszen nagyon sokan panaszkodnak, hogy ez is drága, az is drága. Hát szerintem semmi nem drága, maximum ők keresnek keveset. Úgy tűnt, nézve a beszámolóidat, hogy nagyon sok ismerősöd van kint Amerikában, ez igaz? Ez érdekes, hogy többen felhívtak, hogy neked ennyi ismerősöd van Amerikában, ennyi barátod. Nincsenek ismerősöm és barátaim, szerintem itthon sincs sok. Akkor kitanított szörfözni például, amikor Gorbacsovvá lett a homlokod? Szörfözni egy olasz idősebb ember tanított, de természetesen kint voltunk, igen, Südis Anyi már régóta, évek óta nyaggat engem, hogy menjek ki hozzá Dominikára, ő ugye Dominikán foglal folyamatosan szállásokat és magyarokat oda visz ki turistáknak, és hát ténylegesen a Südis Anyinén olyan adventure-ökre tudunk elmenni, hogy bána nézés, kávéültetvények, dohány, az összes nevezetéseket megnézte Dominikán, tehát nem csak úgymond kimész és napozva a tengerparton, hanem azt gondolom, hogy bejártam egész Dominikát neki köszönhetően. De nincs ronyrázás, Péter. Tehát én most már azért idestól 10-11 éve benne vagyok a médiában, én mindig is megmutattam az életemet. Van, akinek ez ronyrázás, van, akinek pedig nem. De ti magángéppel mentetek? De hogy mentünk magángéppel? Én úgy hívom, hogy paraszt biznisz. Tehát ugye, nem tudom, olyan 200-250 ezer forint szerintem egy jegy Amerikában, mi ugye négyen mentünk, és szerencsém volt, mert a lengyeleknek van egy légitársaságuk, a LOT, és ha azzal utazunk, az csak félig van. És a paraszt biznisz azt jelenti, hogy ugye a sor az teljesen üres, mert csak félig van a repülő. És mi hátra mentünk és elfeküdtünk keresztbe, és haladtunk. Ez a paraszt biznisz, de. Úgyhogy mi paraszt biznisszel utaztunk oda is, és vissza is. És hagyták, hogy elfeküdjél a turistáján? Igen, igaz, nem hoztak annyi italt és ételt, mint az első osztályon, de nekünk ez is elég volt, hiszen mi vigyázunk az alakunkra, nem szedjük a kövér embereket, úgyhogy röviden ennyi. Jó, még egy mondat Amerikáról, igaz, hogy David Beckham lesz a szomszédotok? Hát, hogy nagyon akarja, akkor úgy tűnik, hogy igen. Ugye rólam azért lehet azt tudni, hogy én régen dolgoztam az angolokkal, és most is van egy ilyen összekacsítás kettőnk között, és David Beckham márciustól a Miami csapatát fogja irányítani, mint tulajdonos. És mi meg elmentünk az ő egyik ügynökével, meg az én egyik ismerősömmel ingatlanokat nézni, majd kiderült, hogy ahol én néztem ingatlant, az Miami második legmagasabb épülete, és ott a 63-on ott viszonylag olcsóban lehet mondjuk penthouse-t venni, mint amennyire Beckham vett, ő 25 millió vett, és hát a közös helyiségek azok ugye egyek, tehát az uszoda, a pool, a konditerem, a jóga, ugye a mosóhelyiség, ezek mind közösek Amerikában, úgyhogy hát biztos, hogy már találkoztam vele személyesen, lehet, hogy ezután is össze fogok vele futni, leadtam ugye az asszisztensemet. Találkoztatok már korábban személyesen? Egy teljesen jó figura, nagyon profi egyébként, mert a saját brandje kapcsán mindig hallgat az ügynökére, nekem viszont nincs ügynököm, nekem magamra kell hallgatnom. Mennyire követted a magyarországi eseményeket? Ugye Sobert Norbinak volt egy nagyon komoly performansza, amikor is az édesanyáknak szólt, bocs, szülés után, ha nem tudnak lefogyni, akkor erre rámehet a házasságuk, valahogy így hangzott egészen pontosan. Mennyire követted mindezt? Alapvetően a politikára figyeltem inkább egy picivel jobban, mint a bulvára. Ez is elért hozzám természetesen, hiszen a magyar ismerősök egyből küldték, hogy
Norbi megőrült című fejezet folyik, szerintem nem őrült meg. Én nagyon furcsálom egyébként azt, hogy én másképp gondolom. Én azt gondolom, hogy mindent a nőkért teszünk, ugye háborúk csaptak ki nőkért, mindig is a nők kegyeért harcolunk, mindig is a nők voltak azok, akik minket, férfiakat meg tudtak mozgatni, a nők azok az emberek, akik minket meg tudnak ajándékozni gyermekekkel. Innentől kezdve én nem fogom soha bántani a nőket, szerintem a Norbi is ezt hibásan tette, hiszen hogyha lett volna cerkája ott középen, ami most úgy tűnik, hogy nincsen, akkor a férfiakat és a kövér férfiakat bántotta volna, nem pedig a nőket. Tehát csak ez az egy probléma volt egyébként a mondataival? A mondani valójával? Nem tudom, tehát nem olvastam el, nem láttam, csak azt tudom, hogy nagyon nagy vihart kavart. Az, hogy ő nagyon, nem tudom, a kijelentéseivel állítólag nagyon beleszállt bizonyos nőkbe. Én azt mondom, én sem szeretem azt, hogyha valaki kövér és elhízott, és nem azért, mert úgy néz ki, hanem azért, mert nagyon fontos az, hogy a gyerekeinket fel tudjuk nevelni, egészségesek maradjunk, és a társadalmunk aktív részesei legyünk. És ezt Amerikában én pontosan látom, hogy amíg itt Magyarországon 60-65 éves ember öregnek tartja magát, ott még 90 évesen még valaki dolgozik, és átadja a 66 éves fiának a céget, és annak az irányítását, az pedig az kell, sokat dolgoznak, de egészségesen élnek, normálisan táplálkoznak, és megcsinálják azokat az edzésformákat, amihez kötelező és elengedhetetlen. De te is beszéltél most a kövéreknek, pont valamelyik nap az Instagram oldaladon, azt mondtad, hogy benézzek a tükörbe, és nem értem, hogy miért én járok edzeni. Igen, nem értem, hogy miért én járok minden nap edzeni, és miért nem ők. Hiszen ténylegesen tenniük kéne most már valamit. Tehát az nem normális, hát nem úgy születünk, hogy kövérek vagyunk a kiságyban. És tényleg eldönthettük, szerintem a kiságyban mindenki kapott cumisüveget, meg labdát. Van, aki a labdáért nyújt, van, aki a cumisüvegért. Csak ne maradjunk úgy. Ez nagyon fontos. Hiszen nem esztétikus, és hosszú távon tényleg nagyon sok problémát okoz. Itt van az érrendszeri probléma Magyarországon, a legsúlyosabb a helyzet, az infarktusok száma, a negyedikek vagyunk a világon. Tehát végre valamiben majdnem dobogósok vagyunk, de mégse, de az meg a kövérség. Szerintem ez elgondolkodható. Az én posztomat pedig csak az veszi magára, aki tényleg kövérnek érzi magát. Hiszen én azt mondom, igen, ne legyünk kövérek, figyeljünk oda, mert itt van ez az adat. A világon, Magyarországon eddig legkövérebb ország, legkövérebb nemzet. És ez nem jó. Nagyon kevés olyan ismert ember volt, aki ne adott volna hangot véleményének Schubert Norbival kapcsolatban. Ezeket te láttad, olvastad? Hallottam róla, igen, ugye egészen Damu Rolandtól, ugye a Kulcsán egyén a férje is próbált valamit mondani. Nekem furcsa Kulcsán egyén a férjének a nyilatkozata, hogy egyszerűen belevesz engem, ugye azért is jutott el hozzám a média figyelőn keresztül. Megint élettem adni téma, hogy a Schubert Norbi hogy beszólt, és egyébként a Norbi milyen, mert hogy az én könyvemnek ő volt a fő támogatója. A Kulcsán egyén a férje elkölcsös emberként, ugye gondolom ezt mondta, és nyilatkozta, aki a legjobb barátjától vette el a barátnőjét. Tehát innen kezdjük az erkölcsi dolgokat. A másik, hogy szerintem minden ember ezt a saját házatáján sepregessen, hogy nézze meg esetleg a feleségének az üzeneteit és a bejövő vagy kívánő hívásait, aztán utána tegyen bármilyen nyilatkozatot. Ráadásul én azt gondolom, hogy mindezt úgy megtenni, hogy az előző évben Kulcsán Edina szponzorált tartalmakkal, update-tel volt tele, és ezért ők több millió forintot kaptak, ez nem csak erkölcsös, ez szerintem egy picit visszataszító is. Van egyébként kimondatlanul konfliktus közted és Csuti között, Edina? Ja, nincsen. Ugye nekünk az Ázsia Express kapcsán volt egy egyességünk az első háromban végzett párosokkal, közösen Ambrus Attilával hoztuk ezt a döntést, hogy amennyiben megnyerjük mi az Ázsia Express jutalmát, ami 10 millió forint volt abban az évben, akkor mi ezt szétosztjuk közöttük. És nem sikerült szétosztanunk, és ezt ők nem értették meg. Én megkaptam a napi díjamat, köszönöm szépen, jól vagyok belőle, de a nyereményemet nem kaphattam meg, hiszen számomra sem volt akkor még világos, hogy a nyeremény az nem kiosztható, csak magánszemély számára. Innentől kezdve Ambrus Attila ugye több mint 300 millióval tartozik jelenleg is az államnak, ugye meg kirabolta a bankokat, és Berg Krisztiánnak is van némi adótartozása, valamiből kifolyólag, mai napig nem tudom, így nem kaphattam meg ezt a nyereményt, ezt ki sem tudtam osztani, úgyhogy ezt ők viszonylag nehezen értették meg, innentől kezdve pedig szerintem nincs is mit hozzáfűznem, úgyhogy szerintem a gazdasági világban is egy kicsit jobban kéne mozogni, és akkor talán ezt is megértette volna. A feleséged egy videóinterjúban azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy 10 éven belül te Magyarország miniszterelnöke lehetsz. Nyilván az szép dolog, hogy az ember felesége
gyakorlatilag mindent elhisz és el tud képzelni a párjáról. Ez szerintem egy nagyon pozitív, ez azt jelenti, hogy igazán szeret téged és felnézed, de ennek van bármennyi realitása? Mit gondolsz? Én nem akartam miniszterelnök lenni. Én azt gondoltam, hogy a kislányom Berkinatos a Zselyke lesz Orbán Viktor után az első női miniszterelnök. Ebben biztos voltam. Aztán tavaly itt részt vettem itt a főpolgármesteri választáson, ahol megint nem szeretném szembesíteni a budapestieket, de megint igazából saját magukra behúzták az X-et, rosszat döntöttek, rosszul döntöttek, rám írogattak emberek, hogy nem kapták meg a fűtés támogatást a karácsony úton, amit beígért. Én mondtam, hogy nem én vagyok a hibás, hát ha rám behúzta volna az X-et, nem hogy fűtés támogatásra lenne boldogan élni Magyarországon. Tehát ugye a magyar emberek, ugye protens szavazók mindig valami ellen szavaznak, nem valami mellett. Ez egy hosszabb távú dolog és munka az életemben, semmit nem adnak ingyen. Én biztosok benne, hogy a politikai érában lesz a helyem a jövőben. Pártot szeretnék alapítani, ellenzéki pártot szeretnék alapítani természetesen, és ha fontos az én személyem és kell, akkor meglátjuk. Én szeretném meggyőzni az embereket emocionálisan és pusztán tényszerű érvekkel, hogy nem feltétlenül valami ellen kell szavazni, hanem egyszer az életben lehet a Berki mellett szavazni, hiszen nálam egyenes és derékszög van. Oké, milyen pártot akarsz alapítani? Megvan-e már a neve? A neve még nincs meg. Nálam az lenne a legfontosabb, én egy jó vezetőnek tartom magam. Sokszor meg nem. De ez egy jobb vagy egy baloldali párt lesz? Nincs jobb meg baloldal. Őszinteség pártja van, Péter. Őszinteség. Ha mi azt mondjuk, hogy ezt meghozzuk és ezt elérjük, akkor azt elértük. Itt mondtak mindenki, hogy tőlem balra már csak a fal van, tőle jobbra már csak a Jobbik van. Aztán vannak ilyen keresztbe kasulások itt embereknek, meg politikusoknak. Én ebben nem hiszek. Saját elveid szerint kell élned. És hát az, hogy hát szerintem sem a szín nem fontos, sem az oldal nem fontos, az fontos, hogy jó ember vagy rossz ember, vagy jót akarsz tenni, vagy pedig jót, vagy rosszat akarsz tenni. A politikusok egyébként mikorra szerintem oda kerülnek, beszéltünk akár Orbán Viktorról, ők jó emberek, csak egyszerűen bedarálja a rendszer. Oké, tehát én értem azt, hogy pártot akarsz lenni, értem azt, hogy kormányzati pozícióra törsz, de mondjuk csepegtessél már egy kis információt, hogy mondjuk ki lenne a pénzügyminisztered, a külügyminisztered, a belügyminisztered, hogy ezen gondolkodtál már? Azon gondolkodtam, hogy a párt alapítói között igen, minden olyan területnek meglegyen a felelőse már, aki ugye később miniszter lehet nálam. Mikor kezded egyébként ezeket a párt alakítási munkálatokat? Most a héten már elkezdtem, közben találkozom ismerősökkel, barátokkal, akik még maradtak, meg a partnerekkel, aztán ráállunk, hogy nem tudom, mi lesz a média területén is, ugye vannak megkeresések, több helyről hívtak, hogy nem kellek, úgyhogy ugye nem tudom egyelőre mi lesz. Gyereket terveztek például Mazsival? Igen, az abszolút az, amik ez egy cél is volt. Ugye az elmúlt egy évben nagyon sokat figyeltem, arra látszik is rajtam, hogy 10 kilóval kevesebb vagyok, ezt sosem írtam meg senki egyébként. Mikor újságról megkezdtem, hogy volt olyan újság, megkezdtem, hogy te már szteroidoztál? Mondom, igen. És mi az, amit toltál? Mondom, mi az, amit nem? És nem merték megírni. Úgyhogy igen, én több mint egy éve most már, hogy ezzel leálltam, tehát nincs bennem szteroid. Pontosan, de nem attól fogytál el, hogy nincs benne szteroid? De attól is fogysz, meg az egészséges táplálkozástól, de. Tehát azon a szteroidnak a használata, az izomtömeget azt teljesen felnagyítja, felfújja. Használata során látunk embereket, hogy 3-4 hónap alatt teljesen másképp néznek ki. Úgyhogy ezeket én eldobtam pont annak érdekében is, hogy a gyereknemzés majd létrejön, úgyhogy most kipihentük magunkat, és szerintem rátaposunk erre a témára. Elmegyek veled edzeni, de párba nem lépek be. Így kezdjük el. Jó, Péter. Megbeszéltük. Meg létsz a sírjál meg egy ebédre, mert ilyes vagyok. Jó, megbeszéltük. Köszönöm szépen. Köszönjük.